A füredi vásárcsarnokban láthatóan kevesebb a vevő, pedig mindenből napi friss ellátás van. Az emberek betartják a szabályokat és nem fogdossák az árut. Kesztyűt húzunk, vagy pedig nejlonzacskóval nyúlunk az áruhoz, úgy válogatjuk, ez fajtától függően, viszont a vásároknak is megvan adva a lehetőség, és a vevőknek a java, tehát túlnyomó többsége kesztyűben jön vásárolni, és vagy pedig két nejlonzacskót fog, egyikkel válogat, a másikba meg beleteszi. Ez a tapasztalat, és én ezt azt mondom, hogy igenis, hogy ez egy jó. Most már kezdenek leszokni arról az emberek, hogy a férekezt összeválogatjuk, mire egy darabot tudunk választani. Határozottabbak a vevők, tudják, hogy három darab répát veszek, akkor elveszi, és nem válogat olyan sokáig. Nagyon sokan tartják a kérést, hogy maradj otthon, és ezért észrevehetően sokkal kevesebben jönnek, így 9 órától délig az idősebbek. Aki viszont jön, van, aki jön naponta, csak egy-két szem almát venni, vagy egy-két szem paradicsomot, mert hogy hiányzik neki a csarnok. Meg egyáltalán az, hogy kimozdulni otthonról egy kicsit. Reggel 9 óráig a vásárlóknak a 80%-a nyugdíjas volt. És én tudom a szüleimről is, hogy az anyukám is reggelente itt szokott lenni, már 7 órakor itt vásárol, és bizony hiányzik neki az a kis reggeli kis ritmus, az a megszokott ütem. Viszont őnekik is meg kell érteni, hogy akik meg viszont mennek dolgozni, őnekik is valamikor időt kell adni. Az lehet, hogy esetleg egy kicsit hosszú ez az időtáv, hogy 9-től délig, én szívem szerint azért kicsit lecsökkenteném mondjuk 11 óráig, hogy akik esetleg reggel nincs idejük bevásárolni, de még el tudnának jönni a délelőtti órákban, hogy a délutáni pihenés ne az a teljen, hogy most vásárolni megyünk, hogy akkor így be tudnának még vásárolni, és akkor lenne még azért egy kis idő. Én úgy tapasztalom, hogy a kezdeti felvásárlási láz az igen elmúlt, és akiknek azért vannak olyan tartalékaik, természetesen mást vásárolnak, de én úgy vettem észre, hogy ahogy nyilatkoznak az emberek, hogy rájöttek, hogy nem kellett volna, mert mindennapos ellátás van. Tehát lehet arra számítani, hogy még egyelőre bármit meg lehet venni, amit szeretnének.